Balogh Gábor zenetanár vagyok, a Bacchord Logic zeneoktatási program megalkotója. A zene az életünk egyik legnagyobb és legszebb területe, de bonyolultsága miatt sajnos nagyon sok gyermek és felnőtt kimarad abból az élményből, hogy a zenét érteni és produkálni is tudja. Ezért kezdtem el azon gondolkodni, hogy a zenetanulók számára hogyan lehetne érthetővé, egyszerűvé és élményszerűvé tenni a zeneoktatását. Ez a kis film ezt a zeneoktatási módszert hivatott bemutatni. Egy olyan zeneoktatási programot találtam ki, amiben a gyerekek gyermeki módon mesékkel, játékokkal, színekkel, számokkal, formákkal egyszerűen tudják tanulni a zenét. Egy olyan zeneoktatást szeretnék bemutatni, ami sikerélményorientált. Ezzel a jelrendszerrel a gyerekek tudnak kommunikálni, fel tudják fogni, és nagyon egyszerűen meg tudják tanulni azt, hogy mit kell nekik játszani. Mackók városában találkoznak a gyerekek azokkal a jelekkel, amik a hangszeren is rajta vannak. Az első ilyen játék arról szól, hogy a gyermekeknek kiosztunk ilyen kis kártyákat. Ezeken a kártyákon az látható, hogy a nyuszikák mackóknak leveleket küldenek, és a gyerekeknek postás szerepet kell játszaniuk, be kell csengetniük a mackók házikójába. A gyerekek odajönnek a hangszerhez, kikeresik a jeleket, és azokat a billentyűket lenyomják, amilyen levelet kaptak. Ez az oktatási módszer három fő pillére épül. Két formára, három színre és négy számra. Mindegyiknek nagyon fontos jelentősége van. A formák abban segítenek, hogy a gyerekek egyszerűen meg tudják tanulni a kis szekundokat és a nagy szekundokat. A kiskacsák kicsiket lépegetnek, ezek a kis szekundok, és körről a négyzetre, négyzetről körre lépegetnek, és ezt, hogyha itt tologatjuk, akkor mindegyik hangról meg tudják nagyon könnyen tanulni ezeket a hangközöket. Ugyanezek a jelek ugye rajta vannak a hangszeren, és a hangszeren ezeket a hangközöket a gyerekek el is tudják játszani. Így a gyerekek megismerkednek a hangszerrel, megismerkednek a billentyűzettel. Több óvodában és iskolában is tanítok ezzel a módszerrel, és nagy örömünkre szolgál az, hogy már a 4 éves korú gyerekek ilyen dalokat játszanak az óvodákban, és később a nagyobb gyerekek ettől nyilván nehezebb és komolyabb dalokat, darabokat is el tudnak játszani. Itt a számok, a színek és a formák, azok szimmetrikusan rendeződnek el, ezért olyan egyszerű és gyors a zeneelmélet megtanítása ezzel a módszerrel. Ellentétben a hagyományosan kialakult rendszerrel, ahol aszimmetrikus rendszer találunk. Itt a 7 fehér és 5 fekete billentyűvel találkozunk, ami nagyon bonyolultá teszi a zeneelméletnek a tanítását. Még egy nagyon fontos része van ennek a zeneoktatásnak. Folyamatosan igazodik a gyerekeknek a szintjéhez, a kis óvodástól folyamatosan juttatja el a gyerekeket a kottolvasásban el arra a szintre, ahogy most tanítják a zenét a gyerekeknek. Ez azt jelenti, hogy a fekete-fehér kottákig, de itt egy olyan fejlődésen megy keresztül ez az oktatás, ami a gyerekeknek végig figyelemmel kíséri a fejlődési szintjét, és arra törekszik, hogy minél élvezhetőbbé, élményszerűbbé tegye a gyerekeknek a zeneoktatást. A Péceli Harangvirág Református óvodában még nagyon frissek a Bacchord Logic zeneoktatási programmal kapcsolatos élmények, mert itt 2007. februárjában kezdődött el a szintetizátor szakkör szervezése. A 3-tól 5 éves gyerekek is már az első óra után nagy örömmel újságolták el szüleiknek, hogy eljátszották a zsipzsupot és hasonló ismert dalokat.
Bokor Anita, a harangvirág óvoda vezetőnője, néhány hónap elteltével látva azt, hogy a gyerekek rövid idő alatt nagyon sok gyerektalt megtanultak, meghívta őket az óvodagálára. Májusban 10 szintis gyermek együtt zenélve nagy sikerű koncerttel ajándékozta meg a zsúfolásig megtelt színházterem közönségét. Én nagyon örültem, amikor a Gábor megmutatta nekem ezt a számomra is teljesen új módszert, mert valóban azoknak a gyerekeknek is szól, és azoknak a gyerekeknek is megszólalhat így a zene, akik egyébként nem juthatnának hozzához, hogy ők valaha is muzsikáljanak. Nagyon szereti, állandóan mondja, hogy milyen zenéket, hogy új zenéket tanultunk, anyu, hogy nagyon szeretné, csak ott van az a baj, hogy otthon nincsen ilyen szintetizátor, hogy ott nem tudja megmutatni, de nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy be tudja nekünk mutatni, hogy ő már mégis mit tud. Van otthon egy szintetizátorunk, egy rendes felnőtt, mert a férjem játszik rajta, és ráragasztották ezeket a matricákat, amiket a Gábortól kaptak, és a fiam ő nagyon szívesen gyakorolgat rajta, úgyhogy szerintem igen, tehát mindenképpen azt jelenti, hogy szereti csinálni. Nem a vonalrendszerrel kezdik, amit én így saját tapasztalatomból az én gyerekeimnél is tudom, hogy hát a szolfés az nem volt a legkedveltebb, hogy itt egyből a sikerélmény és a zene, és nagyon hamar egyszerű gyerekdalokat játszanak a gyerekek, és ezzel elindulhatnak aztán majd egy későbbi komolyabb zenetanulás irányába. Rákoskert egyik iskolájában, a Kossuth Lajos Általános Iskolában Gábor 2005 óta tart szintetizátor szakkört. Áldási Edit igazgatónő nagyon megszerette ezt a tevékenységet az iskolában, és szakmailag is méltatta a szakkör színvonalát. Kiemelte, hogy ez a módszer az olyan gyerekeknél is látványos javulást eredményezett, akiknél a tanulásban, a koncentrálásban is problémák voltak. A szülők csak elismeréssel nyilatkoztak róla, mert megtalálta a hangot a gyerekekkel, nagyon jól meg tudja tanítani, amit szeretnének, és minden esetben bármilyen gonddal jelentkeztek felé, hogy esetleg eszközigény, tehát nincsen szintetizátor, vagy kölcsön van, vagy valami történt vele, akkor a Gábor ebben is mindig segítségükre volt. Mindig játszik rajta, be kell mutatni mindig a tudományt, amit itt összeszedett, azon kívül meg észre is vettük, hogy muzikálisabb lett, tehát ritmus érzéke lett a gyereknek, és a hangja is fejlődött, hogy itt ezt tanulgatta. Nem tudom, hogy a zene területén mennyire hasznos, de minden embernek közel kell kerülnie a zenéléshez szerintem, illetve nagyszerű dolog, hogy adnak egy lehetőséget egy gyereknek, hogy bármilyen hangszeren megszólaltasson valamit. Nekem az az észrevételem, hogy ugye, az iskola egy személyiségközpontú, személyiségfejlesztő intézmény, sok oldalúan fejlesztjük a személyiségüket, de mivel hogy pont a zenében a mi iskolánk, tehát nem a profilunk a zeneoktatás, azért nagyon jól kiegészíti a mi pedagógiai programunkat a Gábor tevékenysége. 2005 nyarán kereste fel a Rákos Csabai Szabadság Sugár úti általános iskola igazgatóját, Jurec Emil igazgató urat az iskola zenei életének felfestítése céljából. Jurec Emil örömmel fogadta ezt a kezdeményezést, és lehetőséget biztosított a Bakor Logic zeneoktatási program számára. Itt is nagyon szép eredményeket értek el a gyerekek, és meghívást kaptak az iskola kulturális estjén való közreműködésre. A fellépés olyannyira jól sikerült, hogy a 2007-es évben megduplázódott a szintis gyerekek száma az iskolában. Hát maga a szakkör visszajelzés. Néhány tanulóval kezdte, és most már elég sokan járnak, és ami még fontos, hogy nagyon-nagyon kevesen morzsolódnak le. Tehát a kitartás az, hogyha elkezdik és élményük van, és utána járnak folyamatosan, ez már önmagába véve visszajelzés. Hagyományos zeneoktatáshoz képest sokkal jobb eredmények vannak a Gábor bácsi féle oktatásban. Mi mindenképpen valamilyen zenei oktatásba szerettük volna adni a gyermekünket, a Benjamint. Nagyon jó, és örvendünk, hogy megtaláltuk ezt a stílust, ezt az új, mondhatom, találmánynak. Ugyanis a gyermek nagyon hamar elsajátítja akár a dalokat, a zenéket. Hamarabb meg lehet tanulni, mondjuk egy óra alatt megtanulok egy dalt. Igen. Nem úgy, mint máshol, sokat tanulódnék vele. Például az unokatestvérem az trombitáz, és oda nagyon nagy erőt tüdő kell.
Én nekem nem olyan erős a tüdőm, én inkább a szintetizátort választanám. A mi családunkban senki nem muzikális, de én úgy veszem észre, hogy a nagylányom nagyon szereti a zenét. Gondolom, hogy ebben nagy szerepe van a Gábor bácsi oktatási módszerének is, és én nagyon örülök, és úgy gondolom, hogy ennek lesz folytatása. Nagyon sokat segíti az iskola munkáját is, hiszen teljesen más zenét tanítani egy nem zenetagozatos iskolába, úgy, hogy a gyerekeknek már van sikerélményük, és viszonylag gyorsan megtanulnak kottát olvasni, persze alapvető szinten, tehát azért ezt azért tudni kell. És a másik az, hogy magát az éneklést is segíti, hogy a gyerek a szintetizátorral tudja kísérni. És a Szegen, a Kóskároly Művészeti Iskolában jelenleg Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Gábor ütőhangszeres tanárként kezdte el a tanítást 2005. szeptemberében. Az iskolában Nagy Júlia igazgatónőnek beszélt a különleges zeneoktatási módszeréről. 2006-ban az iskola szolfés tanár hiánnyal küszködött, ezért Nagy Júlia igazgatónő erre a tanévre felajánlotta a módszer kipróbálását a zeneiskolás gyerekek körében. Ezt a zeneoktatást a gyerekek annyira megszerették, hogy az általános iskola napközései is rendszeresen szöktek át a napköziből a szolfés órákra, valamint tömött sorokban álltak az iroda előtt, hogy beiratkozhassanak a második fél évre. Varka Zsuzsanna igazgató helyettes elmondta, hogy ő még ilyet ebben az iskolában nem tapasztalt. A szülők is úgy gondolják, hogy ez a forma, ez az új oktatási forma, ez sokkal hasznosíthatóbb a gyerekeknek, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy kedvet csinál ahhoz, hogy a főtárgyi hangszeres oktatást megkönnyíti, és kedvet csinál ahhoz, hogy ezt jobban folytathassák. Sokkal könnyebb így megjegyezni a hármas hangzatokat, kisebb hangközöket, nagyon egyszerű így. Én úgy gondolom, hogy amíg a Gábor ezt a módszert fogja vinni és fejleszteni fogja, mindenképpen a gyerekek fognak hozzájárni, és remélhetőleg egyre többen fognak járni. 2006. januárjában egy gyümölcsöző munkakapcsolat jött létre Gábor és a Kázió magyarországi forgalmazója között, aminek az ügyvezető igazgatója Pásztor András, zenei szaktanácsadója pedig Takács Zsolt. Pásztor András javaslatára a Kázió 15 darab szintetizátorral támogatta a Bacchor Logic zeneoktatási programot. Ez a támogatás tette lehetővé azt, hogy a 2006-os tanévben több mint 100 gyermek kezdhetett el ezzel a módszerrel tanulni. Bebizonyosodott az is, hogy a Bacchor Logic zeneoktatási program alkalmas a csoportos zeneoktatásra. Ez azt jelenti, hogy ezzel a módszerrel egy új zenei mozgalmat lehet megteremteni. Gábor részéről, ami nagyon fontos, hogy minél népszerűbb legyen ez az oktatási rendszer. Itt az elmúlt időszakban Magyarországon változások voltak a zeneoktatásban, és szüksége van a magyar zeneoktatásnak változásra. És úgy gondoljuk, hogy egy ilyen lehetőség, ami népszerűvé teszi a zenehallgatást, illetve a különböző hangszereken való játékot, főleg a mi esetünkben a zongorán, keyboardokon való játékot, nagyon fontos lehet a zeneoktatásban. Tehát amiben mi tudunk még segíteni Gábornak, az, hogy megpróbáljuk a saját kapcsolatrendszerünk, termékeink segítségével népszerűsíteni az ő oktatási rendszerét. Köszönöm az Önök figyelmét, remélem a film elnyerte tetszésüket. Bízom abban, hogy mielőbb személyesen is találkozunk, így együtt hatékonyabban megvalósíthatjuk azt, amit Kodály Zoltán is célul tűzött ki, a zene legyen mindenkié.